Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió székely magazinját látják. Tartsanak velünk! Varró szakkör. Tradicionális székely ruhákat készítenek Kakasdon. Hőgyész. Országos székely találkozó. Ki mit tud Győrén? 250 diák érkezett. Beruházás. Közösségi házat adtak át Dombóváron. Bukovinai székely népviselet varró szakkör működik Kakasdon. Másfél éve tűzték ki a célt, hogy megtanítsák egymást a tradicionális ruhadarabok készítési módját. Így közösen tudják ápolni és fenntartani a hagyományokat. Akkor itt most csak annyit csinálsz, hogy összevarod így. Jó, de úgy, hogy a anyag széle az kint legyen. Jó. A kakasdi bukovinai székely népviselet varró szakkör tagjai arra törekszenek, hogy a különböző ruhadarabokat a hagyományokhoz hűen készítsék el újra. Lőrinc Etel, a népművészet mestere, ő neki egy nagyon nagy tanulmánya van, és ez egy összegyűjtött képarchívuma azokról a viseletekről, amelyikek még, tehát olyan fényképek, amik azt a viseletet őrzik, amiben a mi őseink 1941-ben Bukovinából eljöttek. Az elején a szakörnek a kezdetén akkor szedettingeket kezdtünk varni, női szedettingeket, és akkor úgy terveztük, hogy folyamatosan térünk tovább a következő ruhadarabokra, vartunk már rokolyát, ráncba szedett rokolyát, aztán lájbit, köznapi inget. Megmondom őszintén, hogy most úgy varrunk, és úgy folyik a munka, hogy nem órarendszerűen, heti két alkalommal jövünk össze így az asszonyokkal, ki mikor ér rá, akkor jön, és mindenki a saját tempójában halad a munkájával. Tehát, hogyha valaki még mindig szedett inget készít, vagy azért, mert nem volt ideje még, hogy elkészüljön az első, vagy azért, mert már a többediket készíti, de neki nagyon tetszik ez a munkafolyamat, és ő csak szedett inget szeretne készíteni, akkor ő azt készíti párhuzamban, aki már másfajta ruhadarabot szeretne, párhuzamban az is készül. Úgyhogy ilyen körforgásszerűen is segítünk egymásnak is, kinek mi a tapasztalata, mi az, amiben már ügyesebb, vagy esetleg van olyan észrevétel, amivel segítheti a másiknak a munkáját, és ezek mindig ilyen nagyon jó hangulatban telnek ezek a szakkörű együttlétek. A szedett inghez ugye meg kell venni a vásznat, amiből varjuk az inget, de ehhez meg kell venni a cérnát, amivel beráncoljuk, tőbe szedjük mondjuk úgy székelyesen, és akkor a fejtő cérnát, a színes hímző cérnát, amivel pedig majd a minta belekerül az ingbe. A szakkörre nem csak kakasdiak járnak, más környékbeli helységekből is szeretettel érkeznek. A legfontosabb számukra, hogy megmentsék és átörökítsék a székely viseletet. Molnár Sándorné András falván született 1934-ben. Én nagyon jól érzem magamot, nagyon jó társaságban. Hát inget szedtünk most meg, szoknyát vartak, most ráncba szedik. Ezeket készítjük, a székely ruhát. Lágybikot, és most bokritát szeretnénk úgy készíteni. Hát mi úgy mondjuk, hogy mi gyócsnak mondjuk a fehér anyag, ami van. És akkor az alap, és akkor fejtővel hímezzük, és ezzel kell készíteni ezekkel a dolgokkal. Úgy örülök, itt a fiatal asszonyok megtanulták az inget szedni, most a lágybit varják, mindent is fel is öltöznek benne, olyan szépek. Vasárnap is volt pár asszony felöltözött, nekem az nagyon jót tetsz a lelkemnek, őszintén mondom, mert én abban születtem, abban nőttem fel. Van, aki már 15 éve var székely ruhákat. Most szabtam ki ezt a ruhát, vagyis a székeink anyagot, vettem, kimosom, és kivasalom, és utána kiszabom, és utána így azt mondják, úgy mondják, hogy így behányjuk fehérrel, és utána hímzéssel varjuk pirosan, milyen színt akar, szeretnénk. És akkor most még egyet készítek belőle. Ismerem itt a lányokat, és én nagyon szeretek ide járni, mindig Zsuzsi néni itt van, és jó humorosan a régi szavakat mondja, és én nagyon szeretek ide járni, úgyhogy minden jó, hogy hétfőn meg pénteken van, nagyon szeretem. Szüleim az András Hallán születtek, és akkor én már Magyarországon, Izményen születtem. Fiatalok, vigyék tovább, azért tanulják meg, és vigyék tovább a táncot is. Ezt is kellene, hogy fiatalabbak is csinálják, de reméljük, hogy még fiatalabbak is fogják vinni ezt a hagyományt, hogy megtanulják a székelyinket. Jó lenne, igen, hogy mindenki, a lányom is csinálta a székelyinket, varázs, de hát sajnos ez ő abba hagyta, és máshova költözött, és
Igen, én mondom, hogy azért jó lenne, hogy mindenkinek, ha családtak, ha nem családtak, mindenkinek én megmutatom, hogy csinálják, de akinek van kézügyessége, az folytatja is, de akinek nincsen, az nem csinálja. Sebestyén György, némint elmondta, anyósától tanulta meg a székely öltözékek készítési módját. Az én szüleim is bukovinai származásúak, de ők már Déváról jöttek, tehát a nagyszüleim születtek ott, Andrásfalván, és amikor férhez mentem, akkor anyosom meg még ott született, sőt, már kész volt a házuk, tehát gyerekkel jöttek már el, és nagyon hamar árva lett, és neki mindent meg kellett tanulni, ami szükséges volt ahhoz, hogy el tudja a testvéreit látni. Tehát szőtt, vart, viseleteket vart, szőtt, és amikor a lányaim kezdtek járni itt a hagyományőrző csoportba, akkor volt rá igényük, hogy viseletük legyen, és akkor anyosom tanított, hogy hogy kell az inget szedni, a rokolyát ráncolni. De ő közben szőtt is, úgyhogy ő teljes mértékben megőrizte az ottani kézműves dolgokat. Én szerintem mindenkinek fontos kellene, hogy legyen az, hogy ismerje a múltját, és tisztelje, és próbálja tovább vinni a hagyományokat. A 35 éve alakult Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége országos találkozót szervezett Hőgyészen. Jelenleg 46 tagegyesület erősíti munkájával a köteléket. Megrendezték a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége által életre hívott országos székely találkozót a Magyarság Háza és a házigazda Hőgyészi Székely Kör társszervezésében. Szentmisével indult a rendezvény, díjak átadásával, majd kötetlen programmal, beszélgetéssel. Találkoznak ilyenkor a tagegyesületeink, külföldről érkező aldunai székelyek, Érdről érkezők, és egy jó közösségi nap számunkra a mai. Nálunk a hagyományápolás ez egy kicsit másképp alakul. Én nagyon idős szülők, legkisebb gyermekek vagyok. Én voltam az a buba, akit édesapám már 50 éves esztendős korába kapta a jó Istentől. Úgyhogy én nem bele tanultam, hanem ebben éltem. Nálunk mindennapos volt az, hogy imádkozni kell, mindennapos volt az, hogy bukovinai ételeket ettünk, mi úgy éltünk, ahogy a szüleim nőttek fel. Mivel idősek voltak, ők későn vetkeztek ki ezekből a dolgokból, és én ebben meg így szerencsésen belenőttem. Amikor átvettem 2020. november 30-án az egyesületet, és igazából beleláttam ebbe a munkába, akkor jöttem rá, hogy ez nem mindenki számára természetes. Van, aki a mai napig is hoz otthonról valamicskét, de sajnos a legtöbb ember, főleg a gyerekek, már csak itt hallanak nálunk arról, hogy milyen volt Bukovinában, hogy éltek, milyen a viselet, miért karinca a karincas, miért akkora, amekkora. Tehát számunkra azért fontos, hogy ne vesszen el az, ami a szüleink mindennapjainak a része volt. Az én unokáim már úgy nőnek fel, hogy egy-két kifejezés, egy-két szó már rájuk ragad. A tánccsoportnál meg természetes, hogy már a viseletet tudják, hogy melyiket hogy hívják. A találkozások meg azért fontosak, hiszen itt tudjuk megbeszélni azt, hogy te mire emlékszel, s ken mire emlékszik, és ezt hogy hordták, s a ruvát úgy kötötték a fejükre, vagy hátrafelé. Meg tudjuk beszélgetni nem csak a múltat, nem csak a jelent, hanem azt is, hogy hogyan tovább. Kinek milyen van a tarsójában, és ki mit hogyan tud továbbadni. Hát ezért fontos ez a mai nap nekünk. Itt mi málét főztünk, nagy hagyománya van a bukovinai székelyeknek a málival kukoricadara, és azt kínáljuk szalonnával, jutúróval, tejföllel. Nagyon szeretik az emberek. Aránylag egyszerűen kivitelezhető, bográcsban főzzük, férfiak főzik,
és mi csak ízesítjük és kiszolgáljuk őket. Bukovinai székesség életében az, hogy rendszeresen találkozzunk, és összefogjunk, és összetartsunk, ez szinte minden napunkban fontos, de évente, két évente fontos, hogy a távolabbi barátainkkal is találkozzunk. Szoktuk mondani, hogy a szeretetet is gyakorolni kell. Ez is olyan. Találkozunk különböző rendezvényeken, de ott csak egy része van ott. Ide, amikor székely találkozókat szervezünk, igyekszik mindenki eljönni, és ez egy valódi ünnep. A szervezők is, a résztvevők is, mindenki próbál ismerőt szerezni, barátot, és megpróbálnak nagyon jól érezni magukat. Hát a bukovini székelység életében a hagyomány ápolás még fontosabb, hiszen mi is magyarok vagyunk, székelyek vagyunk, de a székelyek egy speciális csoportja, és ez különösen fontos, hogy ne vesszünk el a süllyesztőben, ne tűnjünk el, hanem vigyük tovább. A gyerekeink hát nem igazán találkoznak a mindennapi életben a bukovini székely hagyományokkal. Hogyha nem szervezünk nekik óvodai, iskolai társcsoportokat, társcsoportos összejöveteleket, ha nem tanítjuk meg az alaplépésekre, ha nem tanítjuk a meséinket, és nem jönnek a közösségünkbe, akkor igazi azt kell mondani, hogy a jövő nemzedékét elveszítjük. Többek között ez egy nagyon fontos elem, hogy az ifjúságot bevonjuk szakmai tudással, most így nevezem ezt, természetesen néprajzi és kulturális tudásról szól ez. Ezt próbáljuk meg minél inkább átadni, és akik idősebbek, és minden nap a napi életük mellett a hagyományokat ápolják, azoknak is fontos a megújulás, és hogy érezzék, hogy fontos, amit csinálnak, és fontos, hogy gondoljunk rájuk, és elismerjük őket. Székely találkozóra gyűltünk ma itt össze. Ugye nincs is minden évben, nincs is minden hónapban ugye egy különleges alkalom, hogy össze tudunk így jönni. Különböző tagegyesületek, idősek, fiatalok. Nálunk különösen a fiatalok bevonása is fontos, hogy elhozzuk őket, eljöjjenek, és ők is lássák, hogy mibe éltek valamikor az idősek, miket énekeltek, táncoltak, és hogy ez egy élő, létező kultúra, és ők is legyenek büszke résztvevői ennek a székely találkozónak és a székely közösségnek. Évtizedes munkának az elismerése, ugye egy 60 éves történetünk van, amiben én egy 20 éve vagyok most már benne. Tehát mindenképpen egy jó visszacsatolás, hogy jó úton járunk. Visszacsatolás a szülőknek, hogy a gyerekeket jó helyre engedik el. Visszacsatolás a középkorosztálynak is, hogy a munkájukat kicsit félretéve, a házi munkát, a pénzes munkát, hogy érdemes a szabadidőt erre eltölteni, hasznos, és így kifizetődő, mások is értékelik, és egy ilyen szép díjat tudtunk kapni. Asszonykórusunk van, aki énekléssel foglalkozik, illetve a gasztronómiai hagyományokat ápolja. Betlehemes csapatunk működik karácsony tájékán. Egész évben három tánccsoportunk próbál, és emellett részt veszünk különböző rajzversenyeken, mesemondó versenyen, tehát egész széles a paletta nálunk. 35 évvel ezelőtt alakult meg a Székely Szövetség, most már Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége a neve. Azt annak idején Bonyhádon 16 egyesület hozta létre, tagkör. Most 46 ilyen működik Tolna megye déli részén, elsősorban a Völgységben, Észak-Baranyában, Ért környékén, illetve Bács-Kiskun egyébben három településen, Dél-Erdélyben és az Aldunánál Vajdaság déli részén. A Székely Szövetségnek is, illetve a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének is köszönhetően a népcsoportunknak a kultúráját, hagyományait, szokásait, népviseletet, minden egyebet talán sikerült jobban megőriznünk. Kevés olyan magyar népcsoport van, mint mi, talán egy se, akiknek ennyire megvan kutatva a történetük, a néprajzuk, a hagyományaik. Ismerjük az 1941-ben áttelepült embereknek, szinte mindenkinek megvan a képe a hazatérőkön. Ismerjük mindenkinek a családfáját, ez is elkészült már. Tehát, hogyha valaki bukovinai székely, akkor 98%-ra biztosan meg tudjuk mondani 1700-as évek elejéig az összes ősét. Aztán
a DNS-ünket is megkutattuk, tehát a nagyobb családoknak megvan a DNS vizsgálata. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez a népcsoport komplex módon meg van kutatva, de nyilván nem csak a múltunkat tudjuk, hanem lehet látni, hogy van jelenünk, és nagyon reméljük, hogy a gyerekekre, a fiatalokra alapozva jövőnk is van. Úgyhogy ezen dolgozunk, reméljük, hogy sikerül. Én azt gondolom, nem a kormánynak fontos az, hogy ez legyen, hanem nekünk magyaroknak, a magyar nemzetnek fontos az, hogy erős közösségeink legyenek. Erős közösségeink legyenek itt Hőgyészen, Tolna vármegyében, Baranyában, mindenütt, ahol mi élünk, nem csak székelyek, hanem magyarok, mert ennek ezeknek az erős közösségeknek köszönhetően beszélhetünk arról, hogy van egy erős nemzettudatunk. És hogyha az erős, akkor bármilyen nehézség, de siker mellett is össze tudunk fogni. Ne felejtsük el azt se, hogy a magyar válogatott ma délután játssza az első meccsét. Úgyhogy reméljük azt, hogy itt a székely találkozó alkalmával is minél többen majd elhúzódnak a kivetítő felé, és együtt drukkolhatunk a magyaroknak. Reméljük azt, hogy meg is nyerjük a meccset. 250 gyerek érkezett Győrére, ahol immáron harmadszor rendeztek ki Mit Tud minősítő gálát. Az ország egészéből érkeztek diákok énekelni, szavalni, zenélni és táncolni is. Remek produkcióikkal igazán megnehezítették a zsűri dolgát. ...2022-ben indítottuk útjára a Ki Mit Tud Győrén elnevezésű minősítő gála műsorunkat. Immáron harmadik alkalommal szerveztük meg, köszönhetően a tankerület, illetve a Györekösség önkormányzatának. A pandémiát követően az volt a tendencia, és azt láttuk, hogy a gyerekeknek nincs hol megmutatniuk, hogy miben ügyesek, miben tehetségesek, ezért úgy gondoltuk, hogy lehetőséget kell teremtenünk nekik, és a pedagógusoknak is, hogy visszajelzést kaphassanak a munkáikról. Kipattant a fejünkből, hogy egy Ki Mit Tudot fogunk megszervezni, ugyanis ez nem jelent különösebb energia ráfordítást, időbefektetést sem a gyerektől, sem a pedagógustól. Minden iskola kötelékében van tehetséges gyerek, mindenütt van olyan produktum, amit elő lehet bármikor húzni a tarsolyból. A mai napon már második alkalommal vettünk részt ezen a rendezvényen, és azt látjuk, hogy egyre több gyermeket, csoportot és felkészítőt vonz ez a rendezvény. Ebből is látszik az, hogy erre van igény. Mi a Bonyhádi Általános Iskolától, a Bartók Béla Alapművészeti Iskolától, illetve a Völcsing Néptánc Egyesülettől összesen 13 műsorszámot állítottunk ma színpadra a zsűri elé. Körülbelül 50 gyerkőcöt hoztunk, voltak olyanok, akik szavaltak, két szavalónk volt, voltak, akik szólóéneket énekeltek, elsősorban a bukovinai területről gyűjtött dalokat, méghozzá Andrásfalváról. Voltak olyanok, akik összeálltak kisebb csoportokba, vagy párosával, van egy pacsirta kórus, ők heten vannak, ők aranypálva díjat nyertek a Cinege Madár Népdaléneklési versenyen, illetve elhoztuk a Bonyhádi Általános Iskola gyermekkórusát. Annak idején még az Aparanci Székely Hagyományőrző Együttesnek voltam a tagja, 15 évig, és egy nagyon neves tanárom volt Jakab Éva személyében, aki ebbe a világba belevitt minket, és megfertőzött ezeknek a hagyományoknak a szeretetével. Rengeteg népdalt tanultam tőle, és elsősorban Andrásfalvi gyűjtéseket, hiszen Aparhanton az Andrásfalvi székelyek telepedtek le nagyon nagy létszámmal, és ebből az indítatásból készítem föl elsősorban székely népdalokból a gyerekeket. Ezekből a dalokból 13-14 gyerkőcöt készítettem föl, nagyon ügyesek voltak, hát a pacsirta kórus elkápráztatta itt a közönséget, már most nagyon sok pozitív visszhangot hallottam így a nézőktől, illetve a szólistákra is nagyon büszke vagyok, ők már megmutatták máshol is a tehetségüket. Mindig próbálunk újítani és újabb népdalokat megtanulni. Figyelek arra, hogy olyan népdalokat énekeljenek a gyerekek, amik az életkori sajátosságaiknak megfelelnek. Igen, ezeket a gyerekeket a Bonyhádi Székelykör
tagjaiként fogjuk beintegrálni, hiszen a Bonyádi Székelykör vezetője vagyok, és azt gondolom, hogy az utánpótlásra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen hogyha erre nem alapozunk, akkor nincs jövőnk. És ezek a gyerekek imádják ezeket a dalokat énekelni, imádják azokat a játékfűzéseket és táncokat, amiket tanulunk, hiszen székely táncokat is hoztunk a mai alkalomra, és bukovinai székely játékfűzéseket is. Sebestyén Ádám bácsi könyve az, ami nekem alapul szolgál, és onnan veszem a dallamokat és a játékleírásokat, illetve Jakab Évától, amit annak idején gyermekként tanultam, azt próbálom átadni, egy kicsit újra gondolva, egy kicsit átalakítva, hogy magunkénak érezhessük ezt mi is. Kalaton esik az eső, jaj Istenem, nem lesz jó idő. Elsárosodik a topánkám, megver érte az édesanyám. Azért vagyok itt, mert egyik kislány tanítványomat, egy baráti családnak a kislánya, felkészítem most már egy éve körülbelül különböző ilyen versenyekre, eseményekre, és erre az alkalomra, erre a Ki mit tud-ra is elhoztam őt. Ez csak egy rövid felkészítő kellett, hiszen egy olyan dalcsokrot adott elő, amit már Szekszárdon a Cinegemadár énekverseny döntőjébe is énekelt, és ott kiemelt aranyminősítést kapott, és hát nem kellett, csak nagyon-nagyon ügyes, nagyon tehetséges, gyönyörű hangja van, nagyon jó hallása van. Ha tízszer szólok neki, hogy kezd el a csokrot, mind a tízszer ugyanazon a hangon kezd el. És ez nagyon fontos, mert véletlenül se kell attól tartani, hogy esetleg ugye a hangterjedelem miatt problémája lesz később, igen. A mai alkalommal egy felcsiki népdalcsokrot énekelt, egy kicsit lágyabb ének, aztán egy lassú csárdás és egy gyors csárdással, tehát így felépítve, és nekem az az érzésem, hogy nagyon szépen adta elő, szépen tisztán. Ennek a helynek amúgy is van egy nagyon jó akusztikája, és nagyon jó hallatszanak ezek a, lehet itt a többi, amikor több kislány énekel együtt, hát úgy cseng az egész, gyönyörű, szép az egész, igen, nagyon szeretem. Bukovin székely leszámozottak vagyunk, ahol is az őseink eltöltöttek 160 évnyi időt, de előtte is volt élet, és hát előtte is vannak ősök, hiszen 1000-2000 akány mennyi évre visszamehetünk, nekünk őseink vannak, hál' Istennek bizonyíthatóan, és Bukovina előtt egy kicsi moldvai kitérővel Székelyföldön voltak az őseink, jellemzően Csíkba és három széken, de Udvarhely környéken, tehát voltak több helyen, de a mi, akik Bukovinába kerültek, ott oda Csíkból és Háromszékből. A bukovinai élet előtt is volt élet, és méghozzá sokkal hosszabb, mint Bukovinában. Amellett, hogy nagyon szeretjük, nagyon tiszteljük a bukovinai hagyományainkat, hogy ne, hiszen édesanyám 19 évesen jött, tehát nagyon sok mindent tud, és még mindig él, hál' Istennek, mindig tud mesélni, énekelni ezekről a dolgokról, 102 évesen is. De én nekem van egy olyan érzésem, hogy egy kicsit feledésbe merül az előtti időszak, és ezért nagyon szeretném a székelyföldi életet, táncokat, népdalokat, viseleteket egy kicsit felhozni és ismertetni, és azért gondoltam, hogy a kislány is akkor ezt énekelje, de van nekünk egy férfi dalárdánk, akikkel a Cinege madárversenyen elég jól helytáltunk, ott szintén ezt próbálom erősíteni, amellett, hogy természetesen bukovinai énekeket is tanulunk. A gyerekkoromban ez az evangélikus templom omladozott, bomladozott, és mi játszótérnek használtuk az udvarát, és most meg egész Tolna megye gyönyörűségét ide begyűjtötte a gyerekek szájába, hangjába, lábába. Szóval csodálatos felemelő érzés. A kedves zsűri tagokkal beszéltük, hogy ugye most már harmadik éve zsűrizgetünk itt, és egyre jobb a színvonal. Szóval egyetlen produkcióról sem mondtuk azt, hogy jaj. Nagyon ügyesek, felkészültek a gyerekek, egyszerűen lehengerlően színvonalas az egész kis Ki mit tud.
én is így kezdtem, hogy az úttörő seregszemlére vittek bennünket, úgyhogy ez is egy ilyen első állomás, ahol kipróbálhatják, hogy milyen nyilvánosság előtt megmutatni, amit ők szeretnek. Előfordulok sokfelé időnként zsűriben, de tényleg ezt a színvonalat, amit itt most legkisebbektől a nyolcadikosokig láttam, ez egyszerűen hihetetlen. Nincs olyan, amire tényleg azt mondaná az ember, hogy jó, hát most kezdi, és akkor nagyon kezdőként van itt a színpadon. Nem. Aki most kezdi, és most lép föl először életében, annyira felkészültek, és ez a felkészítő tanárokat dicséri. Hihetetlen. Profi produkció. A TOP pluszos pályázatnak köszönhetően egy felújított épületet adtak át Dombóváron. A közösségi házat a helyi székelykör, valamint a Kertbarát Egyesület fogja birtokába venni. Horváth Józsefné, a dombóvári székelykör elnöke pozitívnak tartja a beruházást, mivel így lehetőségük nyílik olyan programok szervezésére, amelyet más módon és helyen nem tudnának megtartani. A közösségi ház, ez az önkormányzatnak a tulajdona, és a Kertbarát Egyesülettel közösen fogjuk működtetni. Mi már régóta gondolkodtunk abban, hogy jó lenne egy olyan hely, ahol különböző kisebb rendezvényeket tudunk csinálni, és jött ez a remek alkalom, hogy akkor lehetünk itt az egyik használója, működtetője ennek a közösségi háznak. Nagyon örülünk neki, mert egy olyan gyönyörű épület, egy teljesen új épület, hatalmas kert, egy gyönyörű kilátás, és hát gyakorlatilag én ebben borzasztó nagy lehetőséget látok, hogy az egyesületünknek jó programokat tudunk majd rendezni. Főzünk, beszélgetünk, különböző kis programokat csinálunk, tehát el tudunk ide úgy húzódni, mint egy nagy család. Jánosat a fölszenteli, és akkor utána készítettünk igazi bukovinai galuskát, tegnap este ezt megfőztük, meg süteményen megvendégeljük a vendégeket, és a kertbarátok pedig borral hozzájárulnak ehhez a rendezvényhez. Ez az első közös rendezvényünk, én úgy gondolom, hogy megalapozza a jövőbeli közös együttműködésünket. Ez egy topos pályázat volt. Tulajdonképpen itt volt egy épület, aminek a felújítására nyert az önkormányzat, aztán miután elkezdték felújítani, a ház összedőlt, és akkor teljesen új épületet építettek, amihez kellett új forrást biztosítani. Pintér Szilárd polgármester kifejtette, az önkormányzat hosszas egyeztetés után döntött a közösségi ház felújításáról, valamint a civil szervezetek kiválasztásáról. Régóta vártuk már ezt a pillanatot, hiszen ez a közösségi háznak a magába az építkezése is rengeteg kálváriát vont maga után, de azt gondolom, hogy elkészült az Erzsébet utca 16-ben egy impozáns épület. Meg kellett volna törteni tartalom, és nagyon sokan törtük a fejünket rajta, hogy kik lennének azok a partnerek, akik erre a legalkalmasabbak is. Hát mondhatnám, hogy a legmegbízhatóbbak, hiszen egy olyan vagyon bízunk rá most két civil szervezetre, amit mindenféleképpen csak jó gazdag gondosságával lehet végrehajtani. A székelykörre is az Kertbarát Egyesületre esett a választás, hiszen ők hosszú évtizedek óta már a város civil életében ékeskednek, és megbízható emberek alkotják mindkét civil szervezetet. Nagyon remélem, hogy az összhang nagyon hamar megteremtődik közöttük, együtt tudnak dolgozni, és együtt tudnak gondolkodni, és olyan kiváló programokat hoznak majd ide, amely mindenféleképpen alátámasztja a képviselőtestület döntését. Későbbiek során nyilván szeretnénk, hogyha ez egy nyitott ház lenne, ezt azt gondolom, ezt merni, csak az üzemeltetőkre bízom, de némi instrukciókkal azért igyekszem majd ellátni őket ebben az ügyben is. Az épületet a város plébánosa Hegedűs János áldotta meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látták. Viszontlátásra!